Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! A civilek napja alkalmával 12-szer adták át a Tolna megyei önkormányzat által alapított év civil szervezete díjakat és a Bazsonyi Aranyról elnevezett mecénás díjat. Ezúttal is három civil szervezet és egy gazdasági társaság vehette át az elismerést. A fődíjat az Egyed Antal Honismereti Egyesület kapta. Már feleségem, fenn a magasban, A Tolna megyei civil szervezetek díját 12 esztendeje alapította a megye közgyűlése. A civilek napjához kötődően február elején olyan szervezetek munkáját ismerik el minden esztendőben, akik sokat tesznek azért, hogy lakóközösségük, közvetlen környezetük értékei megmaradjanak, fejlődjenek, a létrehozott kulturális vagy szellemi értékek tovább öröklődjenek. Teszik ezt meggyőződésből, ellenszolgáltatás nélkül. Rajtunk is múlik az itt élőkön, hogy kitaszítottság és reményvesztettség jellemzi a településenket, megyénket, vagy ápoljuk hagyományainkat és védjük értékeinket, és a vállalkozók befektetői lesznek a helyi gazdaságnak és szellemi fejlődésnek, mondta az ünnepség megnyitó beszédében Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Civilnek lenni ugyanis nem különutosságot jelent, hanem a közösségért vállalt felelősséget. Mai díjazottjaink azzal váltak érdemessé a kitüntetések viselésére, hogy nem az egyéni életstratégiák sikerében hisznek, hanem a közösség erejében. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, egymásra van utalva a politika és a civil világ a mindennapok dolgainak, a társadalom mindennapjainak formálásában. Egy megyében nagyon-nagyon fontos, hogy az egyes ember, az egyes szervezeteket, nagyon sokat, barátokat próbáljuk valamilyen módon segíteni. Civilek nélkül nem élet az élet. Tehát a hétköznapjaink elszürkülnek, ha nincsenek civil programok, ha nem tudunk elmenni egy klubba, egy társas körbe, egy szakkörbe, egy sportkörbe, akkor üres lesz van körülöttünk előbb-utóbb minden. Nagyon kell vigyázni erre. Azt gondolom, hogy rendkívül sok veszély leselkedik ránk, és ezeknek a védelme a civil szférán is múlik. Az idei esztendőben a hagyományok szerint három szervezetet és egy gazdasági társaságot jutalmazott az alapító. A fődíjat egy olyan szervezet vezetője vehette át, akinek az elmúlt 25 esztendőben nagy szerepe volt lakóhelyük múltjának feltárásában, kutató munkában. Az Egyesület rendkívül sokoldalú értékmentő és értékteremtő tevékenységet folytatott az elmúlt évtizedekben. Folyamatosan szervezett országos, megyei és városi rendezvényeket. A Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület az indoklás szerint előremutató lépéseket tett a diákok szülőföldjükre történő visszatérítésében. Az Egyed Antal Honismereti Egyesület ebben a 25 évben azt igazolta a megyében, hogy szeretettel és odaadással csinálja, amit csinál. Nem pénzért, nem díjakért, ugyan most egy nagy megtiszteltetés érte az egyesületünket, amiért ezúton szeretnék köszönetet mondani Tolna megyének, Tolna megye vezetőségének, de mi ezt a munkát nem ezért csináljuk. Mentünk, segítünk, értéket őrzünk, átadjuk, egy nagyon fontos feladat, és mindezt szeretetből és szerelemből. Szeretjük azt, amit csinálunk. 105 ember az egyesületben, 27 helyen a megyében tevékenykedik nap mint nap azért, hogy valamit átadjon az utókornak. Ez a célunk, megmentsük, ami még menthető, és megőrizzük azt az ifjúság számára. A Bazsonyi Aranyról elnevezett mecénás díjat ebben az esztendőben a Fasztron Kft. Képviselője vehette át. Ez nem igazán megy már mecenatúra nélkül a civil szféra. Valamik mennek, beindulni be tud, de utána hosszú távon működni véleményem szerint nem megy támogatás nélkül. Tulajdonképpen talán jó irányba mutat az, hogy újabban van ez az úgynevezett társadalmi felelősségvállalás, amin ilyen programokat a vállalatoknak kell is tulajdonképpen csinálni már. Nekünk is van ilyen programunk, és ez tudatossá teszi gyakorlatilag azt a tevékenységet, ami eddig ilyen véletlenszerű vagy alkalomszerű volt a támogatás és a mecenatúra.
Az évnek két kiemelt díjazottja, a Bárka Egyesület, mely az amatőr képzőművészek összefogásában, és a Szegedesi Sziget Egyesület, akik településük értékeinek megmentése területén nyújtottak kimagaslót. Ez mindannyiunknak egy visszaigazolás kell legyen, és egy erőt ad a következő időszakra, ami még előttünk van. Én abban hiszek, hogy azok a civil szerveződések, amelyek jól érzik magukat a bőrükben, és azt csinálják, amit vállaltak, akkor azzal pont azt a szövetet erősítik, ami összetartja a társadalmat. Az a közeg, akik eddig is velünk voltak, azok még inkább megerősödnek ezáltal. Mindenki, aki egy civil szerveződésben dolgozik, akár egyszerű, úgymond mezei kétágú emberként, akár irányítja, az, ha azzal fog neki, hogy ő majd valamikor bármiféle elismerést kap, akkor rossz lóra tesz. Nem ezért csináljuk, sem én, sem a többiek. Mi azt szeretnénk, hogy érezzük jobban magunkat a saját bőrünkben, és leginkább megközelíthessük azt az embereszményt, akik lehetnénk, ha szerencsésen összeállnának a körülmények. Képviseletbe öltözött fiatalok és hegedűszó fogadta a Tehetségművészeti Alapítvány népviseleti bájára érkezőket a Paksi Erzsébet nagyszállodában. Első ízben tartottak népviseleti bált Pakson, ezért nagy volt az izgalom, de mint kiderült, feleslegesen. Teltház volt, sőt sokan le is maradtak. Szinte kivétel nélkül mindenki komolyan vette a felhívást, belépés csak népviseletben. Siolgárdi, kalotaszegi, bogyiszlói, mezőségi viseletekben pompáztak a hölgyek, kalapban, mellényben, csizmában az urak. Ezek közül némelyikük hétköznapi ruhatárában is fel lehet lelni egyes darabokat. Egy dunaföldvári ifjú muzsikus, Mendi Milán hegedű szóval fogadta a bálozókat a Tehetségművészeti Alapítvány Pakson tartott hagyományőrző viseleti bálján. Az alapítvány tehetségműhelyébe járó fiatalokat nem kellett sokáig ösztökélni, énekszóval csatlakoztak a tehetséges fiatal zenészhez. Népviseletbe öltözött fiatalok alkotta élőképek közepette vonultak a vendégek a bálterembe, ahol a szíves látás újabb ékes példájával szembesülhettek. Horváth Edina kegyelmes asszony, Szentai Tamás kegyelmes úr! Iker Józsefné néptánc pedagógus, szülő falujából Bogyiszlóról hozta a rendezvény ötletét Paksra, feltett szándéka, hogy a hagyományokat beleértve a népviseleteket megőrzi és továbbadja. Bogyiszlói viseletben, népviseletben vagyok. Egy nagyon érdekes a szoknyám, ez például egy nagymódú asszony viselte régen, ez egy mázolt virágú szoknya, esküvőre viselték ezt a szoknyát. A lábamon bütykös harisnya van, ami igazából az itt portyázó törököknek az itt hagyatéka, és aztán így a bogyiszlói népviseletben is itt maradt. És aztán így mi is viseljük nagyon sok szép formáját. Fölül rajtam egy röpike van, egy letűzött röpike, és a kezemben pedig egy kézkendő, egy elég nagy. Ezt érdemes megnézni, mert ez egy 150 éves. Viseleteket fellelni főként a hagyományőrző falvakban lehet, ahol anyáról lánygyermekre, apáról fiúra szálltak. Ilyenek vannak főként a Sárközben, Bogyiszlón, Siolgárdon, de akár Madocsán is. De ha kutakodunk, mondta Györgyi, Pakson is lehet még találni a jelentősebb számú sváb lakosság körében. A néptáncpedagógus koreográfus szerint nem könnyű ezeket a népviseleteket megőrizni, életben tartani, bár egyes motívumok belekerültek a hétköznapi viseletbe is. Nagyon nagy törekvéseink vannak erre a dologra, de nem csak nekünk, hiszen évekkel ezelőtt megjelent a kalocsai motivika mindenféle viseleti darabon, ami hétköznaplós, akár tornacipő, de a táskáinkon is. De van igazából több olyan tanítványom, akik szívükbe tovább vitték ezt, és egyikük a francia intézetben tanult, és Budapesten ő már komoly tervező, és nagyon büszke vagyok rá, hogy nálunk kapott gyökereket és impulzusokat ő tovább vetíti a,
a mostani életében, és nem csak az országban, hanem nagy nemzetközi versenyekre elviszi ezeket a csodálatos szép technikákat és motivikákat, amiket tulajdonképpen a népviselet őrzött meg nekünk, és a hímzés technika. Csodálatos gazdagon hímzett Siolgárdi népviseletben érkezett Vadai Zsuzsanna párjával és vendégeikkel. Azt mondja, róla már sokan tudják, hogy sok viseleti darabja van. Sokat tesz azért, hogy a későbbi generációk számára se vesszen el ez az érték, 6 éves Iker unokáinak elkészítette saját ruhájának másait. A lányok a cifrahímzéssel, a Siolgárdi varott puszlik, varott dümög, libazöld kázsmér szoknya, és mindegyikönkön 4 szoknya van, 1 rödös péntől legalul, és 3 fehér szoknya, és azon a kázsmér szoknya. Kontyusra van kötve Siolgárdi kendő, sejem kendő. Ez az asszonyoknak így kötötték be a fejüket, a lányoknak a vörös keszkenyőbe van bekötve. Azok a fiatalok, akik a néptánc elkötelezett hívei, a népviseletben is otthonosabban érzik magukat. Tóth Réka, aki Sárbogárdról érkezett a bálba, 3 évesen kezdett táncolni. Ennek már 15 éve, azóta élete részévé vált, legszívesebben kalotaszegit táncol, de közel áll a szívéhez a mezőségi is. A bálra kalotaszegi viseletben érkezett, amiről egészen pontos ismeretekkel bírt. Ez éppen az alszegi részről való, ahol a díszesebb motivumokkal jellemzőek, felszeg inkább szegényesebb volt. Ez konkrétan a mérából való. Nagyon nehéz, rengeteg gyöngy van rajta, nagyon nehéz forogni benne, de ez a maga kis szépsége, ez amit a leginkább ismernek a világon, például Tajvanon is táncolnak benne. Rajtam van ez a bújka, én ezt napi szinten hordom. Mindig úgy megcsodálkozzák, de például április 24-én van a népviselet napja, ilyenkor rendszerint valamit úgy beleépítünk a viseleteinkből. Idén szerintem vagy a Magyar Völgyi, vagy a Szatmári, de hát akkor, mivel utolsó éve van a gimnáziumban, akkor az egészet fel fogom venni. Ez egy mezőségi népviselet, Erdély közepén található. Ez egy viszonylag egyszerűbb öltözet, mivel ott az emberek viszonylag szegények voltak, úgyhogy nagyon nem tették meg azt, hogy kidíszítsék a ruháikat. Ezt a viseletet nagyon szeretem hordani, főleg azért, mert csizmában és szalmakalapban lehetünk. Én annak a híve vagyok, hogy szerintem egyéntől függ ez a népviseleti dolog. Hogyha valaki nem szereti, akkor az az ő dolga. Én már beállítottam a ruhatáramba a mellényt, napi szinten, vagy ha úgy van, akkor heti szinten szoktam mellénybe járni iskolába, de a csizmát se vetem meg. A Paksi önkormányzat nevében dr. Rujder Mária képviselő mondott köszöntött, Sárbogárd polgármestere pedig levélben méltatta Iker Józsefné munkáját, aki nem csak Pakson, hanem mások mellett Sárbogárdon is oktat és vezet népi együttest. Csizmania János Medinán született, és 1000 szállal kötődik a településhez. Foglalkozását tekintve fodrásszál lett férfiú, egész életében a helyiek történetei dolgozta át. 3. novellás kötete átadóját tiszteletük jeléül dugig megtöltötték a medinaiak. Így rakottak le a cseppköveim bennem, így lettek kristályok, így váltak egész igaz történetté. A ma lecsöppenő mészkő még képlékeny, még alakul, még szép is lehet, de torzó is válhat belőle. Ez a néhány gondolat Medina házi szerzőjének, Csizmadia Jánosnak könyvében található. A 90 esztendős tolnok apja után szinte gyerekként lett a település forrásza. Azt meséli, úgy lopta össze a szakmát, mert nem volt, aki megmutassa neki, hol hibázik. Az évek alatt a boltban vagy az utcán beszélgetések során összegyűjtött történetekből születtek a novellák, melyből már 3 kötetnyi jelent meg. Medinán úgy tartják, János bácsi az élő történelem, akire amíg lehet, nagyon kell vigyázni. Egyszer műtették a lábamat. 6-7 pihenő volt. Sétálni kellett csak, meg feküdni. És akkor jutott eszembe, és megpróbáltam, egy kicsit nehezen ment, aztán egész jó sikerült, és utána folytattam. Az első novellámat a Nyugdíjas Érdekszövetséghez küldtem el, és az első próbálkozásra a 2. díjat kaptam. És így azt akkor tovább folytattam. Úgyhogy most már a 3. könyv jelent meg. Tisztességes író, ha életbölcsen történeteket dolgozát, vigyázz rá, hogy ne lehessen felismerni a szereplőket. János bácsi sem tett másként, hiszen az ő történetei hőseivel neki sok esetben együtt kellett élni. Sőt, a kenyerét is a szereplők biztosították.
Ennek ellenére azért volt, aki magára vagy történeteire ismert, meséli mosolyogva. Elég sok kritikát kaptam, mind kedvező kritika volt. Volt Szöllőhegyen a Bakó Júci néni, az volt az első kritikusom. Az azt mondta, Janikám, írjon maga mi nyelvünkön ír, minden szavát megértjük. Ez volt az első kritika. Utána aztán kaptam tanárnőktől, meg medinai elszármazottaktól. Mind szeretettel olvasták a történeteimet. Az újabb ütemény bemutatására összegyűltek a tisztelők, jelezve fontos számukra mindaz, amit Jani bácsi történeteivel üzen. Az életük, a múltjuk és jelenük egy darabja. János bácsi nem csak külsejüket, de értékszemléletüket, gondolkodásukat is fazonírozta évtizedeken keresztül. Csizmadia János, Medina. A sió lágyölén üldögélsz. 50 éve talán? Mögötted dombjain tarka vonala díszeleg. Hol zölden, hol sárgán. A nap is ott bújik el este, a suttogó lombok köznevetve. A sió mellett nagy virágos rét, zöld ellő jegenyék sárga füzek. Gólya sétál a csendes susogósba, az árnyak alatt szerelmesek. Ez a baj, hogy régi medinai ma nagyon kevés van. Én is most már 89 éves elmúltam, és velem korabeli talán hárman vagyunk, vagy négyen. Többi, mint fiatalabb ember. És én emlékszem még olyan dolgokra, amire már senki. Nem, hogy megéltem, hanem az üzletben mesélték. Ugye, öregebb emberek mesélték. És hát megmaradt bennem, elraktároztam, és most sikerült leírtam. Azt mesélik, úgy vágta a hajakat, és úgy beszélgetett az utcán, hogy állandóan nyitva volt a füle, mit mesélnek, miről beszélgetnek az emberek. Tulajdonképpen egy kis lírát írok, mert van a faluban Kondrát tanár bácsi, aki viszont a falu történetét, a falu írta meg elég jó sikerrel. Én meg egy kicsit lírába csomagolom a dolgokat, és úgy írom meg. Most már készen van a negyedik kötetre való novella, 25 novella, talán bele se fér egy kötetbe még, mert elég hosszú novellák vannak, és hát pénzkérdés az egész, hogy mikor jelenik meg. Akik ismerik, akik között él, dolgozik, azoknak nem tudok róla újat mondani, mert nyitott könyv az élete. Ma is dolgozik az üzletben, és kertészkedik, és van még ideje írni. Az írásaiban megelevenedik az a rengeteg történet, ami a medinai emberekkel megesett, amit elmeséltek, és ő elraktározott, és leírt, hogy megmaradjon nekünk. Szerintem a Jani bácsinak az írásai mindenki számára szerintem egyik van, ami a régmúltat nem teszi feledővé, mert amilyen eseményeket ő megírt a faluról, az olyan nagy érték, hogy ezt máson itt képtelenség lenne előhozni. Teljes mértékben olvassák, sőt, már külföldre is vittünk, ott is kérjék már, hogy János megjelenik az egyik műve, akkor okvetlenül küldjünk nekik, vagy vigyük ki. Azt tudom, hogy amikor emberekkel beszélget, akkor az ő gondolkodásom azonban, hogy hazamegy, mit fog ebből profitálni, vagy mit fog ebből leírni. Medina a kis települések között az egyik legjelentősebb értéktárral rendelkezik. Itt kiemelten fontosnak tartanak mindent, ami továbbadható a jövő nemzedéknek, ami értékes, szép és tanítható. Ennek a gyűjteménynek része Csizmadia János a fodrász és író munkássága. 40 éves Pakson a Városi Művelődési Központ. Ebből az alkalomban nyílt kiállítás a Csengei emeleti kiállító termében, a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében, ahol 43 fotó, tablók, relikviák, a dolgozók és vezetők összegyűjtött papíralapú emlékei láthatóak. Képes fejezetek egy fiatal város történetéből. A Munkásművelődési Központ külső megjelenésével, igényes belső kiképzésével jelképe annak a hatalmas változásnak, amit a népgazdaság legnagyobb beruházása hozott az egykori halászfalu életében.
Hefner Erika, egykori igazgató és Vajda Tibor idéztek az 1978-as újságcikkekből. Ekkor adták át a 3600 négyzetméter alapterületű munkásművelődési központot Pakson a lakótelepen. Ennek épp 40 esztendeje. Ebből az alkalomból nyílt képes fotókiállítás a ma már Csengei Dénes Kulturális Központra keresztelt intézményben. Kiállítás az egykori munkásművelődési központ, a lakótelep és az atomerőmű elmúlt 40 évéből azért töredékes, mert nyilvánvalóan a teljesség igénye nélkül 40 képet szándékoztunk kiállítani, illetve azokat a tablókat és relikviákat, amelyek a 40 év során vagy a sóstói táborban, vagy cseresznyésben fellelhetőek még ma is, illetve jó emlékeket ébresztenek mindazokban, akik ide látogatnak. Azért is mondhatom, hogy töredékes a kiállítás, mert a feltárások most is folynak. Levéltári gyűjtés nem történt az elmúlt 40 évben a munkásművelődési otthonról, tehát a itt dolgozók szépen sorba rakott és a vezetők szorgalmas munkájának köszönhetően összegyűjtött papíralapú relikviákból próbálunk dolgozni, illetve helyi gyűjtők gyűjteményeiből kértünk kölcsön képeket, azok kerültek itt kiállításra. Itt jelenleg 43 képpel tudtunk dolgozni, de nagyon sok van még talomban, amit próbálunk digitalizálni, illetve nagyon különlegesek azok a tablók is, amelyeket a munkás művelődési központban az erőmű építése során tettek ki, hogy minden kultúra iránt érdeklődő azonnal egy műszaki tartalmat is magáinak tudhasson, amikor színházba látogat. Meséljük el, hogy mi az elképzelésünk. Hát teljesen megvoltunk döbbenve, hogy ez a két gyerek mit tud itt csinálni. Aztán kiderült, hogy az egyik, az egy nagyon neves építész lett, Csete György a neve. Így emlékezett a kezdetekre, az építkezésre a Paksi Atomerőmű Vállalat ma már nyugalmazott vezérigazgatója. Vitánk az iskolákkal volt, és a óvoda ez az meg a szolgáltatással. Ugye körülbelül a 6-7 ezer emberhez számoltunk, és akkor a világ olyan volt, hogy a szokás volt kultúrházakat építeni, falukba mindenit, ehhez a tömeghez tartozott egy kultúrház, ezt tudtunk. És nagyon szerencsénk volt, hogy a pécsiek kapták meg a tervet, két ilyen szőrmók, fiatal gyerek. Nem szerettük volna a építőknek átadni, mikor ezt megláttuk, hogy milyen szép, akkor úgy húztuk az időt, hogy ne nagyon jöjjenek ide, mert hát tönkre teszik. Tehát végül a itt maradottaknak lesz szüksége erre ezután is, meg akkor is, amikor ez volt. A Csengei egy különlegességgel is készült a jubileumra a város többi kulturális intézményével együtt. Egy kulturális menetlevelet adtak ki a 40 éves évfordulóra, mellyel a látogatók novemberben értékes ajándékot nyerhetnek. A Babits Mihály Kulturális Központ szeretettel várja az irodalom kedvelő közönséget február 15-én 18 órára a következő író-olvasó találkozójára, melynek vendége a szekszárdi születésű Parti Nagy Lajos, Kossuth Díjas magyar költő, író lesz. A rendezvény a Jelenkor folyóirat és a Babits Mihály Kulturális Központ együttműködésében jön létre. A beszélgetés házigazdája Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője lesz. A belépés díjtalan. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!